Gyereknapot rendeztek Gyulaváriban. Az Együtt Gyulaváriért Egyesület rendezvénye a Bai Zoltán általános iskola udvarán kapott helyet. Többek között ugrálóvár, lovaglás és zenés programok várták a megjelenteket. Három kisgyerekkel érkeztünk. A nagylányunk ide fog járni iskolába, az információt ugye az igazgatónőtől, illetve a leendő osztályfőnöktől tudtuk meg, illetve az internetről is, Facebookos oldalról. Szerintem tök jó, hogy a gyerekeket így próbálják összefogni ezen a kis városrészen. Nagyon jó kis programok vannak, énekelnek, ugrálnak a gyerekek, arcfestés van, ahogy láttam, meg ilyen gyöngyfűzés, lovaskocsizás lesz. Szerintem minden korosztálynak megfelelő programot találtak a szervezők. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, az összefogás nagy érték, melyet a gyulaiak nagyra becsülnek. Itt Gyulaváriban az Együtt Gyulaváriért Egyesületnek köszönhetően megerősödött ez az érték. Összefogtak és szerveztek egy nagyon szép gyermeknapot, közösen a nevelőtestülettel, közösen sok jó akaratú szülővel, hiszen mindannyian azt szeretnék, hogy legyenek boldogok a gyulavári gyermekek, ne csak gyermeknap alkalmából, hanem az év minden napján. Az eseményen elhangzott, évről évre egyre több fiatal család költözik Gyulaváriba. Ezáltal a városrész egyre inkább kertvárosi jelleget ölt. Az elmúlt év végén volt az adventi vásárunk, és hasonló tömeggel találtuk magunkat szembe, hiszen az egyesületünk kevés taggal indul, de egyre jobban bővül, és úgy vesszük észre, hogy egyre több színesebb programra van igény itt Gyulaváriban, és majd az iskolával együtt szeretnénk szeptemberben ismét egy családi napot szervezni, és ahogy látjuk, hogy milyen programra van igény, az egyesületünk készen áll, hiszen rengeteg fiatal család csatlakozott az utóbbi hónapokba hozzá. A nap folyamán kreatív foglalkozások és sétakocsikázás is várta a gyerekeket.